Csökkenteni kell a költségvetési kiadásokat Magyarországon, hozzá kell nyúlni például a nyugdíjakhoz is. Ezt mondta a Tényeknek egy amerikai befektetési szakember. Azt mondta, a válság nehezén már túl vagyunk, de a következményekkel még számolni kell. Közben Németországban 500 milliárd eurós bankmentő csomagot fogadtak el. Problems for Hungary are, however, quite manageable. Vagyis Magyarország problémái kezelhetőek. Ezt mondta a Tényeknek Charles Dallara, az amerikai befektetési alapok és bankok szervezetének ügyvezető igazgatója. Azt mondta, hogy Magyarország az utóbbi időben előrelépett a belső gazdasági problémák kezelésében, és erős a bankrendszer is. De a mostani a legnagyobb válság a 30-as évek óta. Ezért szükség van bizonyos intézkedésekre, amelyek nemzetközi támogatást is kapnak. Középtávon is költségvetési fegyelemre van szükség. Csökkenteni kell a kiadásokat, különösen ahol Magyarország túlvállalja magát. Ilyen például a nyugdíjrendszer néhány eleme. Németországban közben 500 milliárd eurós bankmentő csomagot fogadtak el. Ez csak nem akkora összeg, mint az ország éves adóbevétele. Ebből 100 milliárdot arra fordítanak, hogy a bajba jutott pénzintézetek újra tőkéhez juthassanak. Arra van szükség, hogy meg tudjuk becsülni, mekkora lesz a recesszió. Ha ezt tudjuk, akkor már azt is lehet látni, hogy kézben tartják le a két válságot, a bizalmit és a recessziót. És akkor kezdődhet a fellendülés, mondta egy jelentő. Az európai és ázsiai tőzsdék nagy többsége ma egyébként enyhe emelkedéssel zárt, főleg a gyógyszeripari és technológiai részvények miatt.